Három hónap szünet után játszhatott ismét bajnoki meccset a Várkerti stadionban a Kisvárda, amely a kiesés elől menekülő Újpestet fogadta. A mérkőzésre korlátozott számban szurkolókat is beengedhettek, ők az első félidőben gólt nem, csak hazai helyzeteket és egy vendégkapufát láthattak. A második játékrész elején felpörögtek az események, az 55. percben a szünetben beálló újpesti Kálkánt kiállította a játékvezető, a 63. percben pedig Bumba megszerezte a vezetést a Kisvárdának. Mint később kiderült, a gól a győzelmet és az azzal járó 3 pontot jelentette a hazaiak számára. Amiben én bíztam, hogy jók vagyunk, erősek leszünk, azt visszakaptam a játékosoktól, mivel domináltak a mérkőzés, voltak önbizalommal, telve játszottak. Amivel egyedül hiányérzetem van az, hogy nem sikerült a második gólt megrúgni, és éppen emiatt a végén egy kicsit izgalmas lett, hogy legalábbis az ellenfélnek is megvolt a lehetősége. És hogyha úgy nézem, akkor egy dominált mérkőzést engedtünk ki majdnem a kezünkből. De így utólag hál' Istennek minden szerencsésen alakult, úgyhogy megérdemelten tartottuk itt a 3 pontot. A győzelemhez kellett Dombó Dávid 2 bravúros védése is, amelyeket a 96 percig tartó találkozó hajrájában mutatott be a hálóőr. Én azt gondolom, hogy ezt a 2 hónapos sajnos kényszerpihenőt jól fel tudtuk használni, tehát nem sok idő rát le a csapat. Ez azért én azt gondolom nagyban segítette azt, hogy jobb formában tudtunk maradni. Én nagyon örülök annak, hogy győzelemmel tértünk vissza. Valóban nagyon fontos 3 pontot szereztünk. A társak nagyon sokat segítettek abban, hogy az Újpest játékosai olyan helyzetbe kerüljenek, hogy legyen esélyem hárítani. Illetve az egész mérkőzésen nagyon sokat dolgoztak a fiúk előttem, tehát én azt gondolom, hogy az egész csapat emiatt dicséret illeti. Nagyon örülök ennek, hogy a végén hozzá tudtam tenni én is a magamét, de azért hangsúlyozom, hogy ez azért a csapat nélkül nem feltétlenül sikerült volna. A kapus elmondása szerint végig koncentrálnia kellett, mivel számított arra, hogy a vendégeknek is lehet lehetőségük az utolsó percekben a gólszerzésre. Az egyik legszebb dolog a kapusposzt, hiszen rajtad múlik nagyon sok, és te tudsz felelősséget vállalni a legutolsó döntés miatt, ami ugye adott esetben, hogyha esetleg az ellenfél csapat át tud jönni a mi csapatunkon, akkor te vagy az utolsó, aki meg tudja azt akadályozni, hogy az ellenfél gólt szerezzen. Ez most ugye ezen a mérkőzésen is ugye igaz volt, hiszen ugye emberelőnyben is voltunk, 1-0-es vezetés volt, de éreztem az egész mérkőzésnél, hogy lehet, hogy egyszer vagy kétszer kell közbeavatkozni, de akkor viszont ott kell lenni, ezért is próbáltam egész mérkőzésen úgy mozgatni magam, mert úgy éreztem, hogy lenni fog az Újpestnek olyan lehetősége esetleg, amiből gólt tud szerezni. Nagyon örülök kérlek, hogy ebből a szempontból hozzá tudtam tenni a magamét, és ez 3 ponttal párosult. A forduló további eredményei a következők. Kaposvár Zalaegerszeg 0-6, Diós Győr Mezőkövesd 1-0, Paks Molfehérvár FC 0-0, Budapest Honvéd Debrecen 3-1 és Puskás Akadémia Ferencváros 1-1. A tabella élén a Ferencváros áll 60 ponttal megelőzve az 51 pontos Molfehérvár FC-t. A 34 pontos Kisvárda a 7. helyen várja szombati székesfehérvári vendégjátékát.